Valóban nehéz hűséges hívő életet élni, akkor, amikor nem azt kapjuk, amit kérünk az Istentől, vagy amit vártunk, és mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy Jézus megszabadítson bennünket, hogy Jézus bejöjjön a mi életünkbe, és a mi akaratunkat, sokszor az önző vágyainkat, azt félretegyük, azokról lemondjunk, és teljesen átadjuk az életünket Jézus Krisztusnak. Ez az újjászületés. És a világvasárnapi történet ennek a szimbóluma, hogy az emberek ünnepelve várták az, hogy Jézus megszabadítsa őket, de sok a félreértés az ünneplő tömegben, hogy Jézus valójában miért jön. És azt gondolom, hogy a mai nap emberében is sok a félreértés, hogy mi az, amit Isten akar elvégezni a mi életünkbe. Mik azok a változások, mi az a szabadítás, amiért Isten be akar lépni a mi életünkbe. Amiért Jézus a mi szívünkbe akar költözni. Amiért a Szentlélek Isten folyamatosan bíztat és bátorít bennünket. És a mi emberi gondolataink, emberi vágyaink, és az Istennek az akarata, az nagyon sokszor ellentmondásban van, feszültségben van, de épp ezért van szükségünk arra, hogy minél jobban megismerjük az Úr Jézusnak a szándékait, és megismerjük az ő természetét, hogy tudjunk vele összhangban élni. A világvasárnapi történetet Márk evangéliumából fogom felolvasni a 11. rész első 11 versét. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót, az ajtó elé kötve, kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották. Hozsánna! Áldott, aki jön, az Úrnak nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben, a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy te Úr akarsz lenni a mi életünkbe, és kérjük, áld meg ezt az igét, hogy megértsük belőle a te valódi akaratodat és valódi szándékodat. Amen. Az ünneplő tömegnek az örömét most az énekkar egy éneke fogja felidézni a mi számunkra. Úr király,
Nagy király, Isten fia. Ezek a gondolatok nagyon jól kifejezik azt, hogy kicsoda valójában az Úr Jézus. De nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, az ott éjjelző és ünneplő tömeg nem tudta, hogy kicsoda Jézus. Ez a mi számunkra adatott kegyelem, az, hogy mi már a teljes evangéliumi történetet ismerhetjük, mi már látjuk az egészet, hogy Jézus miért jött, honnan jött a mennyből, min ment keresztül, milyen nehézségeken és szenvedéseken keresztül tartott az az út, ami elvezetett a Golgotára, az ő halálához és feltámadásához, és a mi üdvösségünkhöz. Virágvasárnapkor az ünneplő tömeg ebből semmit sem ismert. Nem tudta, hogy kicsoda Jézus. Jézust bár királynak mondták, de nem a menny és föld királyának, hanem elsősorban a zsidók királyának tartották, annak várták, és szerették volna, hogyha az lenne, de hivatalosan ez nem történhetett meg. Nagyon komoly forradalmi hangulat volt ezekben a napokban. Az Úr Jézus és az ő tanítványai nagy ünnepre érkeztek, ami sok napon keresztül tartott ott Jeruzsálembe. Ugye az egész zsidóság ilyenkor eljött Jeruzsálembe, és nem is volt igazán hely, meg elég szállás ott a városban. Ezért az Úr Jézus az ő tanítványaival nem is Jeruzsálembe, hanem Betániába szállt meg. Ott volt a szállásuk, és az ünnep napjai alatt minden nap Betániából elgyalogoltak Jeruzsálembe. De az első nap ennek a hosszú ünnepnek, az első nap, amikor megérkeztek Galileából, heteken keresztül gyalogolva, és amikor megérkeznek Jeruzsálembe, akkor az Úr Jézus szándékosan előkészíti azt, mert tudja, hogy őt egy tömeg várja már Jeruzsálembe, mert a híre elment, hogy ő úgy tudjon bevonulni, hogy ez a tömeg, az ünneplő Jeruzsálem megértse az ő valódi szándékait, megértse, hogy milyen király ő valójában, milyen uralkodó akar lenni. Ebben a forradalmi hangulatban, ami akkor az egész zsidóságnak a szívében ott volt,
ami különösen ott a jeruzsálemi tömegben ott volt, ebbe az is benne volt, hogy várták azt, hogy a következő hetekben majd esetleg egy polgárháború is kitörhet. És a rómaiaknak a nyomását, az elnyomását, a kényszereit, ami ott volt, ami nagyon-nagyon látható volt, különösen ezekben a napokban, hogy folyamatosan római katonák jártak Jeruzsálemben föl alá, hogy biztosítsák a békét, és hogy mindenki biztonságban lehessen, mert nem lehetett tudni, hogy a nagy tömegből kik azok, akik fegyveres forradalomra készültek. Egy nagyon nagy tömeg, nagy kavalkádja, sokféle gondolatnak, sokféle elképzelésnek, de szinte mindenkiben ott volt, nem csak ezekben a napokban, hanem évek, évtizedek óta, hogy a Messiás bizonyosan nem sokára eljön. A Messiás, aki meg fogja szabadítani Isten népét, és a nyilvánvaló elnyomás miatt, ami volt akkor a rómaiak részéről a zsidóság felé, amit fizikailag egyébként olyan nagyon nem éreztek meg, de a kivetett adókba, meg az, hogy nem volt teljes szabadságuk a saját dolgaiknak az irányításába, ebbe jelent meg elsősorban. Ez egy politikai elnyomás volt, nem egy erőszakos elnyomás, de ez mégis nagyon zavarta az öntudatos zsidó embereket, akik büszkék voltak arra, hogy ők senki előtt nem hódolnak, egyedül az élő Istennek. És ők az ő uralma alatt akartak élni, és szabadságban akartak élni. Egy ilyen nemzettudat, egy ilyen felfokozott érzelmi állapot volt jellemző nagyon-nagyon sok emberre ebben az időben. És ezért különösen fontos az, hogy amikor az Úr Jézus először bevonul Jeruzsálembe, először találkozik ezzel a különböző heves várakozásokkal teli tömeggel, akkor milyen képet mutat magáról? Mit mutat meg, hogy ő milyen uralkodó, milyen király akar lenni? Hogy megnyugtassa azokat, akik félnek attól, hogy itt nem sokára polgárháború lesz, hogy nem sokára kitör a forradalom, és fegyveres felkelésre kerül majd sor, amit sokan attól vártak, még a tanítványok közül is néhányan, hogy majd Jézus fogja vezetni ezt a felkelést. Gondoljunk csak arra, hogy néhány nappal később, amikor készülnek elmenni a Gecsemáné kertjébe, akkor kardokat készítenek elő a tanítványok, és néhányan visznek is magukkal, nem véletlenül, mert annyira bennük volt ez a forradalmi hangulat, és ezt várták Jézustól. És nem értették, hogy ő nem egy országnak a királya akar lenni, hanem ő mindenki fölött uralkodni akar, és mindenki felett hatalma van, és hatalma lesz, aki elfogadja az ő fennhatóságát, aki akar az ő fennhatósága alatt élni. Ezért nevezhetjük Jézust ma királynak, uralkodónak, a mi életünk fölött. Mi önként, akik fölismertük az ő váltság munkáját, mi önként kiáltjuk azt, hogy Hozsánna, szabadíts meg bennünket, Jézus. És egy nagyon fontos dolog, és sokszor ebben mi is eltévedünk, hogy mi az, amiből várjuk a szabadulást. És szeretném ezt a kérdést most mindenkinek a szívére helyezni, hogy az elmúlt napokban, nem tudom, hogy készültünk-e gondolatban, imádságban, virágvasárnapra, az ünneplésre, vagy pedig egészen más problémákkal és terhekkel voltunk elfoglalva. Miből várjuk mi a szabadulást? Miért kiáltunk föl Jézus Krisztushoz, hogy Hozsánna? És ez is egy nagyon nagy félreértés, amikor a Hozsánna kifejezést azt úgy használják, mint mondjuk a halleluját, mint egy Isten dicséretet, pedig ez a szabadulásra való felkiáltás.
Talán furcsának tűnhet, ugye, az a kifejezés, hogy Hozsánna a Dávid fiának, vagy Hozsánna a magasságban, ez így a magyar nyelvben nagyon szokatlan, hogyha azt jelenti, hogy szabadíts meg. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ez már az Úr Jézus korában is egy olyan szó volt, amit igazából nem az eredeti értelmében használtak. Eredeti értelem szerint a Hósia, a szabadításnak a kifejezése, és a na, az pedig egy buzdítás, egy sürgetésnek a kifejezése. Ez könnyű megjegyezni, hiszen a magyarban is használjuk ezt ilyen módon, hogy na, legyen már valami. Na, változzon már valami. Na, legyen már vége. Tudjuk egymást is, önmagunkat is ezzel a szóval buzdítani, és érdekes, én azt gondolom, hogy ez egy véletlen, de a héberben is ugyanezt jelenti. Szabadíts meg bennünket, Hozsánna! Hozsánna a magasságban, az azt jelenti, hogy a magasságba kiáltjuk az élő Istennek, hogy szabadíts meg bennünket. De mivel a héber nyelv és a héber szavak már az Úr Jézus korában is egy régies, már csak a szövegekben, a szent szövegekben szereplő szavak voltak, ezért valószínű, hogy a tömegből sem tudatosan a szabadíts meg értelmével használták ezt a kifejezést. Hanem egyszerűen örültek annak, hogy végre lesz egy új királyunk. Végre lesz az Istentől jövő, az Istentől való szabadító királyunk, a felkent. Azt jelenti, hogy messiás. A felkent, aki jogos uralkodó. És nem a császár nevezi ki, nem a helytartó képviseli, hanem Isten maga kente föl Jézus Krisztust, hogy uralkodjon rajtunk. De az az uralkodás, amit ezek az emberek elképzeltek, az egy nagyon is fizikai, csak ott helyben, Jeruzsálemben, meg a környékén megvalósuló uralkodás, aztán persze az egész ígéret földjén megvalósuló uralkodás lett volna, de Jézus egészen más tervekkel jött Jeruzsálembe, és egészen más, sokkal nagyra törőbb tervei voltak, és jóval kevésbé erőszakos tervei voltak az uralkodást illetően. Jézus tudta, hogy ő az Isten fia. Jézus tudta, hogy övé minden hatalom menjen és földön. Nem csak egy városban, nem csak egy országban, nem csak egy nép fölött akart uralkodni. És nagyon jól mutatja ez a szamácsikó, amivel bevonult Jeruzsálembe, hogy ő nem erőszakos eszközökkel akarja ezt az uralkodást elérni, és egyébként ma sem akarja az ő akaratát ránk erőltetni. Senkire. Az Isten nem erőszakos módszerekkel akar bennünket magához hívni, hanem szeretettel. Ő az ő szeretetével, a szabadság ígéretével hív bennünket, és aki valóban átélte már Jézus Krisztus uralmát az ő élete fölött, az átélhette azt a szabadságot, amit az ő uralma jelent mindenki számára. Nagyon szeretem a Virágvasárnapnak ezt a leírását, ahogy Márk mutatja be. Mert ő nem csak a dicsőséges ünnepi részt mutatja, hanem annak az előkészületeit is. És sokszor bele se gondolunk, hogy egy nagyszabású ünnep mögött mennyi munka, mennyi előkészület van, hogy milyen komolyan végig kell azt gondolni, hogy a nagy tömeg előtt megjelenő szimbólumok, képek, ahova mindenkinek a figyelme oda irányul, hogy az milyen üzenetet közvetít. És ahogy mondtam, sok félreértés van a virágvasárnapi történettel kapcsolatban, sok félreértés volt az akkori emberek gondolatában és szívében.
Az Úr Jézus elküldi az ő tanítványait, kettőt közülük, hogy menjenek el, és kössenek el egy szamárcsikót. Ami már önmagában egy furcsa jelenet, és ezért tetszik nekem nagyon ez a történet, mert engedi az ige, hogy belelássunk ezekbe a háttérkészülődésbe. A tanítványok nem értették, hogy miért van arra szükség, engedelmesek voltak Jézusnak, és mentek. De gondoljuk el ezt a helyzetet. Így szó szerint elkötöttek egy szamárcsikót, és nem véletlen mondja az Úr Jézus, hogy ne aggódjatok, majd ezt az ott lévő emberek, hogyha rákérdeznek, fogják majd engedni. Ebből akár baj is lehetett volna, nyilván az Úr Jézus tudta, hogy nem lesz, de nem lehetett akkor sem oda menni valahova, és csak úgy elkötni valaki másnak az állatát. Ráadásul egy szamárcsikó az nagyon nagy értéket képviselt abban az időben. Nem olyan, mintha egy nagyon erős, fenséges paripán vonult volna be az Úr Jézus Jeruzsálembe, de pont ez volt a lényeg. Hogy egy kicsit jobban elképzelhetővé tegyem ezt a képet, és a mai korba átültessem, ez olyan lenne, mintha az Úr Jézus ma, ahogy elérkezne ide Kicskőrös határába, azt mondaná két tanítványának, hogy menjetek el egy bizonyos helyre, és ott fogtok találni egy vadonatúj kis autót. Benne lesz a kulcs ebben az autóban, üljetek be, hozzátok be, és majd így fogunk bemenni a fővárosba egy gyönyörű szép vadonatúj kis autón. Nem egy luxus limuzinnal, nem a legdrágább autóval, de mégis egy nagyon értékes és egy nagyon látványos kis autóval. Mit szólnánk mi, ha a mi vadonatúj autónkba két vadidegen ember beülne, és azt mondanák, hogy hát elvisszük ezt az autót, de majd visszahozzuk. Na hát valahogy így érezhették magukat azok az emberek, akik ott látták ezt az eseményt, hogy a tanítványok elkötik azt a szamárcsikót, és nem értették ezt a helyzetet. De amint megtudták, hogy az, akit ők igazából nem ismertek, Jézus, de mindenki arról beszélt, hogy lehet, hogy ő lesz a következő uralkodó, ő az, akit Isten kiválasztott arra, hogy uralkodjon fölöttünk, hát akkor megengedték, hogy a tanítványok elvigyék, bár nem ismerték a tanítványokat, nem tudták, hogy igazat mondanak-e, de mégis Isten elvégezte az ő szívükbe, hogy ilyen módon is hozzájáruljanak Jézus dicsőséges bevonulásához Jeruzsálembe. Ez egy nagyon ellentmondásos történet. Abból a szempontból, hogy amit vártak az emberek, és amit történik, az nincsen összhangban. Egy dicsőséges uralkodót várnak, és egy szamárcsikón vonul be az Úr Jézus. Ezzel egy proféciát is beteljesít, de az Úr erre nagyon tudatosan készült, hogy milyen képet mutat magáról, hogy ő nem egy erőszakos ember, és nem egy erőszakos uralkodó, hanem szeretettel akarja meggyőzni az övéit, és úgy akarja a jó útra terelni, jó irányba vezetni mindazokat, akik önként engedelmeskednek, és önként szolgálnak neki. Mire gondolunk akkor, amikor mi Jézustól kérjük, hogy szabadítson meg bennünket? Milyen nagy kéréseink vannak az Istenhez? Milyen csodákért imádkozunk? Mi az, amit várunk? És milyen érzés van bennünk akkor, mikor nem azt kapjuk meg, vagy nem úgy kapjuk meg, ahogy azt az Isten várja? Nagyon sokan már egy éve imádkoznak azért, hogy Isten szabadítson meg bennünket a világjárvány nehézségei alól. Szabadítson meg bennünket a vírustól. De valóban erre van szükségünk? Igen. Erre szükségünk van, de nem biztos, hogy ez az Isten akarata. Ahogy a zsidó embereknek is szükségük volt arra, hogy ne elnyomásban éljenek,
De Jézus nem ezen az úton akarta az ő szabadításukat elhozni. Jézusnak sokkal nagyra törőbb tervei voltak, és az emberi kívánságokat, az emberi kéréseket nem minden esetben azonnal, és nem minden esetben úgy teljesíti, ahogy azt ők várták. Jézus valóban megszabadította ezeket az embereket, de nem a római fogságtól, hanem a bűnnek a hatalmától, az ő bűnük fogságától, a saját emberi természetünknek a nehézségeitől és nyomorúságaitól akar bennünket az Úr Jézus ma is megszabadítani. És sokszor mi csak a fizikai környezetünket látjuk, a fizikai nehézségeket ismerjük föl, és csak azokat vesszük tudomásul, és nem gondolunk bele abba, hogy az Isten nem csak néhány földi évben gondolkodik, mint mi, hanem ő az örökké valóságban gondolkodik. És az Istennek a tervei, az ő szabadítása, az ő útjai egészen más módon érnek célba, mint ahogy azt az emberek gondolják. És ez a mindennapi hívő életünkben is, és az Istennel való kapcsolatunkban is nagyon sokszor megnyilvánul. Én legalábbis számtalanszor átértem azt, hogy valamit kértem az Istentől, valamit vártam az Istentől, és nem azt kaptam, és évekkel később derült ki, hogy sokkal jobbat kaptam, nagyobb áldást kaptam, de akkor, amikor úgy éreztem, hogy Isten nem teljesíti a kérésemet, akkor nem így éltem meg. Amikor benne vagyunk a nehézségek között, a problémák között, a betegségben, különösen amikor halljuk a barátaink, ismerőseink nehézségeit, betegségeit, a családtagjainknak a nehézségeit, és egyre több halálhírt is hallunk, akkor azon gondolkodunk, hogy miért nem szabadít meg bennünket Isten mindezektől a nyomorúságoktól? Miért nem szabadulhatunk föl végre? Hiszen ezért imádkozunk. Ezt kérjük folyamatosan, Hozsánna, szabadíts meg végre. De Jézus az ő váltság munkáját már régen elvégezte. A mi bűneinkből már régen megszabadított, de ennek az erejét nem mindenki ismeri föl. És nem mindig ismerjük föl, még mi sem, akik már elfogadtuk őt, és az üdvösség tudatában élünk. Hogy Jézus nem csak egy majdani országnak, a mennyországnak az uralkodója akar lenni, hanem ő már most úr akar lenni a mi életünkön. Már most meg akar szabadítani bennünket a mi bűneinkből. Már most szabaddá akar tenni nagyon sok rossz cselekedetünktől, a rossz természetünktől, a bűnös életünktől. És az Úr azt gondolja, hogy ezek sokkal nagyobb veszélyt rejtegetnek, mint akár a koronavírus. De erről mégsem beszélünk eleget. És nagyon keveset gondolkodunk azon, hogy mi az, amiből valóban szabadulásra van szükségünk. Én egyre jobban úgy érzem, hogy Isten bennünket folyamatosan figyelmeztet arra, hogy rosszul gondolkodunk. Rossz a mi értékrendünk. Egészen más dolgokat tartunk fontosnak, mint amit ő fontosnak tart. És amíg ez nem változik meg a mi szívünkbe, a mi életünkbe, a mi gondolkodásunkba, addig nem fogja megadni nekünk azt, amit kérünk, hanem folyamatosan rá kényszerít bennünket arra, hogy változzon a mi értékrendünk. Azt tartsuk fontosnak, amit ő fontosnak tart. Azt várjuk tőle, amit ő adni akar. És ahogy az Úr Jézus az ő tanítványainak is mondta,
amikor azt mondták, hogy Úrunk, mi mindent feladtunk érted. Mindent. Akkor az Úr Jézus azt mondta, hogy meg is fogjátok kapni ezért a ti jutalmatokat. Akkor félreértették őt egy tanításba, hogy azt gondolták egy tanítása után, mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy mindent oda kell adni, és a tanítványok magukra vették, hogy még többet? Hát elhagytuk a családunkat, elhagytuk a munkánkat, elhagytunk mindent, érted? És akkor az Úr Jézus megnyugtatja őket, hogy igen, és ti meg is fogjátok kapni a jutalmatokat. Itt, ezen a földön, de különösen odafönn a mennybe. Ha megváltozik a mi értékrendünk, ha megváltozik a mi gondolkodásunk, hogyha helyére kerül mindaz, amit várunk az Istentől, akkor megadja a mi kéréseinket. És ha nem tenné, de hűségesek vagyunk továbbra is hozzá, és nem kételkedünk benne, segíteni fog megérteni az, hogy miért. Hogy miért engedi meg azokat a nehézségeket, azokat a bajokat sokszor, amit megenged, amiből most egyre többet látunk, egyre többnek a híre érkezik el hozzánk. De erre csak annyit tudok mondani, hogy már olyan sokszor megtapasztaltam, hogy ami tragédiának tűnt az én életembe, az utólag más ember életében áldássá vált. Volt egy időszak, amikor sorra láttam gyermekek halálát családokba. És ennek a következménye hetek, hónapokon belül gyász volt, és tragédia. De évekkel később több családnak a megtérése, és aztán később pedig újabb és újabb áldása bontakozott ki belőle. Jézus szeretné fölhívni a mi figyelmünket, fölhívni a világ figyelmét, hogy rossz értékrendeket vallunk, és rossz értékrendben hiszünk. Mást várunk tőle, mint amit ő adni akar nekünk. Világvasárnap a tömeg ünnepelt. A tömeg csodálatos dicséreteket zengett Jézus Krisztusnak, és minden szavuk igazság volt, minden örömük, minden ünneplésük a helyén volt, de Jézus akkor már a gondolataiban és szívében tudta, sőt, készült az ő szenvedéseire és halálára. Egész más volt Jézusban, az ő szívében, az ő lelkében, az ő érzelmeiben, mint amit látott kívül a tömegben. És én most ennek a fordítottját kívánom mindenkinek. Legyen egész más a mi szívünkben és gondolatainkban, mint amit látunk a környezetünkben és amit látunk a világban. Amit látunk és hallunk, azok nehézségek, bajok, problémák és gyász. Legyen a mi szívünkben öröm, hálaadás, dicséret, Jézus Krisztusnak valódi szabadítása. Amen. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat. Azt gondolom, hogy a nagy hétre készülődve most nagyon sok elgondolkodtatni valót kaptunk. Ugye elhangzott többször is, hogy a tömeg mást várt, és Jézus mást hozott, mint amit vártak. És azt gondolom, hogy ez az előttünk álló nagy hétre is igaz lesz, ugyanis ez most más lesz, mint ahogy megszoktuk. Hadd osszak meg egy-két hirdetnivalót ezzel kapcsolatban. Ugye most személyesen nem tudunk majd találkozni, de lesznek nagy heti alkalmaink. Nagypénteken 6 órakor, este 6 órakor, és húsvét vasárnap és hétfőn 10 órakor
így az online térben tudunk majd találkozni, és megtartjuk ezeket az alkalmakat. Én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy még ha nem is a megszokott módon, de hadd gondolkodtasson el bennünket most a húsvétnak az üzenete. Azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség lesz arra, hogy felmérjük azt, hogy valóban ad-e nekünk okot az ünnepre Jézusnak a halála és az ő feltámadása. Tehát ez vár ránk az előttünk álló héten, hétvégén. Aztán a további hirdetni valók közé tartozik az, hogy az adóbevallásoknak az időszaka is történik, és nagy segítség az egyházunknak is, illetve a gyülekezetünk egyesületének is, hogyha az 1%-ot azt ide rendeljük, ide kérjük, és aki ezt még nem tette meg, az még megteheti. Továbbá az adakozásra továbbra is átutalással van leginkább lehetőségünk. Itt látható a gyülekezetünk számlaszáma, ezt kérjük, hogy aki szeretne adakozni, az ha lehet, akkor itt tegye meg. Isten tiszteletünk végéhez közeledve kérem Győri Gábor lelkipásztor testvérünket, hogy mondjon egy áldást, és utána pedig egy énekkel fogjuk lezárni alkalmunkat. Köszönjük néked, drága Úr Jézus, hogy te valódi szabadítást és valódi ünnepet akarsz hozni a mi életünkbe, és arra kérünk, hogy te formáld át először is a mi szívünket, lelkünket és gondolatainkat, te formáld át a mi családjainkat, amiben fogjuk tölteni ezt az ünnepet, te formáld át a mi gyülekezeti közösségünket is, ami sokban változott az elmúlt időszakban, de szeretnénk, hogyha egy olyan képet kapna, amit te most elképzelsz. És kérlek, Uram, hogy te add meg mindazoknak, akik egyedül vannak, magányosak, akiknek szükségük van a testvéri, baráti és családi közösségre, hogy ezt az ünnep alatt hadd tapasztalják meg, hadd éljék át, legyen erre lehetőségük, és a te óvó és védő kezed legyen mindannyiunkon. Végezetül pedig a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, a mennyei Atya szeretet és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi velünk most, és mindörökké. Amen. Az Úr közel van. Jöjj el, Uram Jézus! Megremek a szó, megremek a szó.